Na császtok, újra itt vagyok, és most a Bauban Prime fogom bemutatni. Igen, végre eljött ez a videó is, hogy ezt bemutassam. Hát már megszereztem hamarabb is, csak igazából hát, nem volt sok időm videózgatni, és elég sokat megszengettem vele, hogy kifarmoljam. De szerintem akkor esünk is neki a bemutatásán. De előtte ismertessük azért a erőcuccokat, mint ahogy ezt szoktam. És akkor ismertessük most a Vaubannak a képességeit. Igazából régebben is ismertettem már, de most azért van szükség igazából az ismétlésre, mert a Vaubannon azóta már variáltak nem kicsit, szóval most legalább újra elmagyarázom sokkal jobban, de akkor mostan vágjunk is bele, csak duma menjen. Ugye az egy és a Tesla, az változatlan maradt, egyértelműen ez az áramos csapdaszerűség, amit többet is le tudunk dobni egyszerre, és még mindig hasznos. A kettes, a minimum layer, ami hát nem kicsit változott, mit ne mondjak, mert régebben ugye csak ezt a bungee jumpingos ugráló kombót tudtuk ledobni vele, de most már kapunk hozzá egy trip lasert, egy shredet és egy konkuszt. Szóval ez ilyen multifunkcionálisabb képesség lett, láthatjuk, és ezt persze tudjuk kombinálgatni. Ugye a booms az a régebbi Vaubannál is megvolt már, ez az ugrálós vicces dolog, amit mondom, nem kell jobban elmagyarázom, de úgy be lesznek mutatva bővebben ezek is. A trip laser, az egy lézeres, hát úgymond hálócsapda, amiben belebotlanak az ellenfelek, és elég hasznos, hogyha letámad minket egy sereg. Szóval a nagy bénításra perfekt. Shred, ez egy robbanó csapda, mit kell róla tudni. A konkusz melyik szintén egy bénító csapda. Szóval ezek ilyen különböző csapdák, csak ezeket kombinálgatni tudjuk lényegében. A Bastille az változatra maradt szintén, ugyanis ez inkább ez a Vaubannak a defend képessége, ami megállítja az ellenfeleket, hogyha belemennek abban a nagy defend hálóba, jobban mondva. De azt meg kell említenünk, hogy a lövés az ugyanúgy átmegy rajta, úgyhogy sajnos az ellen nem véd. Úgyhogy hát a valóban az én azt mondom továbbra is infested ellenfelek ellen ajánlott főleg vinni, mert azok nem használnak értelmszerűen lőfegyvert, így nagyon hatásos a valóban a infestedek ellen, de nem mondom, hogy a többi ellenfele ellen nem állj meg a hét, de kifejezetten én az infested ellenfelek ellen ajánlom. A Vortex, ez szintén változatlan maradt, ugye ez a fekete lyuk képesség, vagy féreg lyuk, vagy hogy mondjam, hogy beszippantja az ellenfeleket, és hát összegyűjti őket, nem kicsit, aztán látványosan kidöglenek, hogyha szétlőjük őket, persze, összetömörik az ellenfeleket, szóval hát ezt jobban nem lehet igazából elmagyarázni, de most már, hogy ismertettük megint az alapvető cuccait a Vaubannak, kezdjük neki a rendes missziónak, hogy meglássátok, hogy most mi volt ez a változás, és hogy a Vauban Prime mit is tud a simához képest. Na, essünk ma neki. És akkor itt is lennénk a Vauban Prime-mal, először is ismertessük, hogy mit is tud a simához képest. Lényegében annyi lenne a főbb lényege. Összehasonlítás terén, hogy a Vauban Prime-ból több pajzsot és több páncét lehet kihozni, mint a simából, illetve kapunk a módulás terén egy plusz polaritást még hozzá, mert a simában ugye kettő van, a Prime-ben meg értem szóval így három lesz. Ez nagy előny, főleg hogyha megfelelő módokat ki tudjuk használni a Vaubanhoz, szóval nem fog csalódást okozni, mondhatom. És hát a külseje, mint láthatjátok, sokkal kidolgozottabb, meg hát prime-osabb. Tehát arról mondom, jobban nem kell beszélnem. Na, de most ismertessük gyorsba a képességeit. Már amennyire, és hát ugye a hely ismerős, mert itt mutattam be végülben az alapfaubant is, szóval történjen kicsit ismételtem önmagát. Na hát az egyes ugye a Tesla, dobáljuk le.
ez egy nagyon jó képesség, mert láthatjátok, egy kis áramot ad nekik, és bénítja őket, és hát na, hasznos. Meg energiatakarékos képesség is, szóval jó sokat le tudunk belőle dobálni, hogyha azt akarjuk, hogy az ellenfelek jó kis sok hatása alatt legyenek, mert minden kedvesek vagyunk. Na hát, igazából erre gondolom jobban nem kell kitérni erre a képességre, főleg hogyha augmentünk van hozzá, akkor még erősebb lesz a képesség. Meg persze még az augment ezen kívül a 3-as és 4-es képességéhez is ajánlom, de jelenleg most az 1-eshez nincs betéve az augment, de majd mindenáltalán is fog készíteni. Most ez ne legyen akadály. Na, amíg a Tesla itt szétrázza nekünk a dolgokat, nézzük meg a 2-es képességét. Ugye a bungee jumping ugró kombó az a Railroad-nál is ugyanúgy megvan, ennél is, szóval ez mindenképpen nagyon jó, fasz a minden, mert mégiscsak így megmaradt az a jó kis klasszikus robbanos élmény is, hogy hát nehogy már, hogy ugrás nélkül maradjunk, ugráltatás nélkül jobban mondjuk. Szóval hát az nem felek is pattolnak, mint a Jancsi össze-vissza. Nem tudom, így célt akarják cseszni a Defendet, de mi nem vagy. Szóval teletesszük ugró cuccokkal. Hogyha meg rövidebben lenyomjuk a 2-es képességet, itten a jobb oldalt, ott majdnem lent láthatjátok, hogy itt változnak a dolgok. Nézzük meg ezt a trip lézert. Ugye hosszabban kell lenyomjunk a cuccot, hogyha akarjuk, hogy aktiválódjon a cucc. Hát ez ilyen lézeres háló, jobban mondva, amit láthatjátok, így az ellenfelek így elbotlanak tőle. Szóval elég hasznos képesség, főleg az infested ellenfelek ellen ajánlom még mindig a WoW-ban. Akkor is jól megállja a helyét ellenük. És viccesek a képességeim, amit nem mondja. Akkor, hát a triplézer igazából ennyit tud. De hát ezt igazából úgy célszerű alkalmazni, hogy ilyen ajtókhoz tesszük, szóval ez így elég előnyös és taktikus megoldás. Úgyhogy hát erre jobban nem kell kitérni. Hát ezt meg jól felpattogtattam oda. Jó. Akkor nézzük a többit. Van itt nekünk egy shred. Nos, ez egy robbanós csapda, jobban mondva. Szóval, hogyha ezt letesszük, igazából a közelmenfően kicsit fog szenvedni tőle. Hát, tessék, egy is repült. Milyen jó elvés lehetett neki. Hát, ebből is többet le tudunk rakni, és ez is ilyen... Hát, nem mondom, hogy nem zabálja az energiánkat, hogyha többet teszünk le, de mégiscsak takarékosabb így az erővel, mint amúgy. Úgyhogy a shred igazából az erre jó. Hát most nem is volt olyan nagyon látványos, de legalább láthattátok, hogy most bővebben mit is tud. És akkor nézzük meg most a konkuszt, nem még az maradt ki. A 2-esből. Ez is ilyen csapda, ugyanúgy, csak ez inkább a bénításra megy rá, nem tudom, láttátok-e. Hogyha most ledobom neki, jó, most ettől szét is robbant, de ez alapban ilyen robbanós ellenfél volt. Szóval nem mintha tetszett volna neki. Igazából ez a WoW-nak a fő újításos lényege, amiről hát is láthattátok. Nem lehet szókozzuk még igazából, mert megvan a leleményesség ennek is, szóval vicces, mit nem mondjak. Ugye a Bastille az meg továbbra is ez a bénítós szerepet tölti be, ami mondjuk egy Infertid Defenden nagyon jó, vagy Survivoron. Meg hát értem szűrűen ilyen mondjuk hasznos, vagyis olyan típusok van, amire jobban ki tudjuk használni, mint például Interception, ott is nagyon jó tud a WoW-ban teljesíteni, de akkor is az Infested ellenfelet ki kell emelnem, mert
Ez ellen nagyon jó. És ugye van még nekünk egy vortexünk, amit akkor célszerű majd elsütni, hogyha több ellenfél fog ránk lecsapni. Mert igazából annak akkor van értelme. Ami pedig közben, mert elsütném a vortexet, ami a kifarmolását illeti, be kell vallani, nem egyszerű dolog. Szóval ez nem egy... hát nem egy hetes folyamat lesz jobban mondva, közben a vortexet azért tegyük le. Ugye ez maradt a szokásos, magába szippantott kombónál, amit láthatjuk. Szóval hát közben van még itt a pakolgatom le az erőket, hogy minden eddig elmondom, hogy tényleg nem egyszerű dolgunk lesz vele. Szóval nekem, hát azért megszenvedtem vele jó 2 hetet. Jó, azért több, nem tudom már, de 2 hét biztos volt, mire azért megszenvedtem vele. Vagy még 3 is voltán, de azért már megvan egy ideje. De igazából az lesz majd a szivatós rész, mikor meg a nyersanyagot kell hozzá összeszedni, ugye, hogy kelleni fog hozzá cryotic, illetve jó pár oxium, de majd azokra a helyekre is kitérek, hogy volt célszerű majd ezeket összegyűjtögetni, hogy azért ne legyen már olyan ugraség az egész, aki nem tudná esetleg, hogy hol lehet ezeket a nyersanyagokat könnyen gyorsan beszerezni. Szóval ennyi. Igazából a megszerzős oid helyét meg ismertetni fogom a navigálásnál, amire szerintem térjünk is ki, mert igazából ennyit tudtam így a magáról a WoW-ban Prime-ról így gyakorlatban is bemutatni, meg magyarázásba is összehozni, de most térjünk ki akkor a navigálására. És akkor esünk a navigálásnak, ugye mindenképpen void, hát hol máshol, ha nem void, legalábbis még jelenleg. A szükséges helyek hozzá WoW-ban Prime Terrorize, vagyis Blueprint, a T3 szabotázson lesz elérhető, vagyis ott elérhető jobban mondva. WoW-ban Prime Cassic, vagyis a váz része, T4 Defend, WoW-ban Prime Helmet, vagyis a sisak része, T2 szabotázs, és WoW-ban Prime Systems, vagyis a rendszer része, a T3 Survivor-on érhető el, és kifújt, jobban mondva. Aztán kell lesz nekünk hozzá, azt hiszem, 9000 cryotic, ami azért nem lesz olyan egyszerű, mit nem mondjak. De aki nem tudja azt a nyersanyagot hol lehet megszerezni, a excavation missziókra kell mennünk értelemszerűen, mint például van ilyen lehetőség a Luan, a Földön, vagy mondjuk a Venuson is van ilyen hely. Ha megtalálom. Most egy fertőzés lehet ott. Igen, ez a Egát. Ezek ilyen kisebb helyek, de itten ezeket azért emeltem ki, mert hosszabb ideig ki fogja bírni az ember, hogyha komolyabb farmra indul mondjuk a cryotic nyersanyag terén, de hát elég unalmas, szóval nem lesz meg egy hamar, szóval több menetet fog igénybe venni, hogyha szenvedünk a WoW-ban Primer, de akkor is megéri. Illetve anitain nyersanyag is szükséges hozzá, szóval célszerű azt is begyűjteni minden alerten, így fejben most nem tudom mennyi nitain kell hozzá, de hogyha van mondjuk 15 vagy 10 nitainunk, az már egész jó, ha meg annál több, akkor meg még jobb, mert akkor már nem leszünk olyan válságba, de célszerű a nitain alertet is figyelni, ott is az is elődébb veszünk, mert sajnos már az a nyersanyag is kell az újabb dolgokhoz. Ezt vegyük szemügyre, vagyis ezt tartsuk észben inkább. Illetve szükségünk lesz hozzá egy hát nem kis mennyiségű oxiumra, sajnos fejből ezt se tudom már mennyi igazából. Majd hogyha
utána nézek neten, akkor egy írásba odaírom, hogy mennyi is kellett volna hozzá. De a Pluto, azon is a Cerberus hely, az egy nagyon jó az oxium gyűjtésre, farmolására, ezt kiemelem. Hát még régen jó hely volt a oxium terén, a Európán, a Bal nevű hely, igen. De ahogy megfigyeltem, már nem volt akkora szerencsém, mint régebben, és nem tudom, hogy már ez a hely. Igazából, hát a Cerberus jobban megéri, mint a Bal, mert a Cerberus ugye interception típus, és ottan tovább tud maradni, ez meg egy mobil defender, meg van jobban szabva, hogy most mennyit fog dobni bizonyos kör alatt. Na, szóval hát remélem tudtam ebbe segíteni, ebbe a megszerzéses kombóba. Úgyhogy majd, hogyha azért bővebb infót akartok, hogy mennyi nyersanyag kell, meg így meg úgy, azért ideírom a videóban, mondom, lesz írva, hogy már ki, akkor már javába lesz írva, mire ezt elmondom, szóval ne aggódjatok. Na, de most esünk neki a Vauban Prime módolásának, vagyis amit én állítottam össze legalábbis. Na, hát akkor itt is lennénk, és nézzük meg a minden váltásokat, alkalmazok hozzá meg, hogy mit célszerű kezdjük az A-val. Ugye, Aura terén ajánlott vagy egy korozi projekción, vagy egy energy sifon, mert polaritás terén is ez passzol bele a legjobban, meg szerintem hasznos aurák, szóval célszerű kihasználni a helyet. Az, hogyha meg nincsen pont olyan, akkor valamilyen más aurát, de ezek javaslottak bele ilyen abból a páncélba. Na, akkor élet pajzs terén. Hát, én egy vigort ajánlok bele, vagy egy vitalityt. Mert hogyha fertőzött ellenfelek vagy infestedek ellen alkalmazzuk a legjobban, akkor több életre lesz értelmiszerűen szükségünk, mert azok aztán leszívják a dolgokat tőlünk. Meg hát mondtam, hogy a armor meg a shield, vagyis a pajzs meg a páncélt is lehet növelni benne, hát igazából az életre célszerű jobban rámenni. Akkor is, ha abbannál én új jövök vele, vagy akkor a vigort tegyük bele, mert kiegyenlíti a dolgokat, illetve meg pajzs terén egyaránt. Jó, hát a gyorsaság igazából lényegtelen. Power duration, vagyis a képességnek az időtartama, amit egy sima vagy egy parályos continuity-vel tudunk növelni, ugye egy narrow-minded-del, ami polaritás terén itten a Vauban, Prime-ban egész jól kijött, mert pont hozzáigazodik a narrow-minded-hez, szóval célszerű ezt is előtérbe helyezni a Vauban, Prime-nál. Erőfelhasználás vagy effektivitás, abban mondva. Streamline szerintem itten elég, mert hogyha mondjuk szűnünk vele energiatöltőt, vagy van valami Trinity, akkor úgy pumpál minket erővel, szóval akkor igazából erőfelhasználás terén nem leszünk hátrányba, úgyhogy szerintem egy Streamline bőven elég bele, de ez mindenképp legyen. Power Range, vagyis a képességnek a hatótáv, jobban mondva. Hát, overextended és stretch az mindig jól jön a Vaubannál, de hogyha csak egy overextended vagy stretch-et teszünk bele, már az is perfekt. Igazából power strength, vagyis az erősség az erőnek, hát igazából a Vaubannál ez nem létszükséges, mert ez igazából nem arra megy, hogy milyen erős az ereje, hanem hogy az ellenfeket lebénítse, jobban mondva. Szóval inkább ez egy bénítós karakterre, ha úgy vesszük. Illetve még ezt elfelejtettem, hogy a Constitution-t is tudunk beletenni a képességidő tartom növeléséhez, csak ez lehet, hogy most kimaradt. Most tólag bepótolom, szóval ez a három kombó, ez nagyon jó hozzá a időtartam terén. Ugye, hát az erőt arra meg nem célszerű gyúrni a Vaubannál, mert ez nem az a fajta karakter, hogy lényeges legyen
Na. Nézzünk egy B beállítást, ami inkább az augmentekre megy rá jobban, de már egy energiatöltőt tettem azért. Illetve a Prime Continuity vagy Sima Continuity még mindig jó, és a Narrow-minded kombót se feledjük. A Vitality maxos életterén nagyon jó bele, de csak egy overextendet tettem a hatótáv miatt, és a Power Range terén. Erőfelhasználás tekintetében streamline effekti bőven elég bele szerintem. Illetve a 4-eshez meg a 3-ashoz az augment, ami szerintem elég célszerű, vagy akár a Teslahoz is betehetnénk, majd azt szerintem egy külön beállítást is csinálok még a C-be, de még nem csináltam, de a Tesla link azt is célszerű valamba beletenni, mert nagyon jó, megnöveli az erejét az egyesnek is. És ja igen, és hát a Flow az meg elég egyértelmű volt, mód, hogy sima vagy prime-os, mert ez is nélkülözhetetlen minden páncélba szinte, szóval mondom erre, abban nem kell kitérnem. És hát igazából ennyi lett volna maga a WoW-ban Prime, úgyhogy hát remélem, hogy ami segített, segített, ami meg nem, az nem, de hát igazából ennyi lett volna. Szóval, köszönöm, hogy megnéztétek, akkor is császtok.